hogyha az ellenzéki közvéleményt nézzük, hallgatjuk, vizsgáljuk, akkor akárhányszor a magyar miniszterelnök személye felbukkan, akkor kivétel nélkül Orbán, 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 jobb esetben néha van Orbán Viktor is. A velem szemben ülő ember talán az egyetlen, aki tendenciózus módon viktorozik. Mert hogy talán a személyes régi kapcsolat miatt neked, Viktor, Kéri László, a mai Bezzeg vendége. Köszöntöm a nézőket. Én is köszöntök mindenkit, aki megtisztel a figyelmével minket. Őszintén szóval ez nekem eszembe sem jutott, de hát ha mit én megszoktam, 82 ősze óta, ilyen 19 éves kora óta ismerem, és nem volt okom Mondok, 98 ba kellett volna módosítani, amikor már miniszterelnök úrnak kellett volna lenni, akkor én már nem vettem eléggé komolyan a politikát ahhoz 98 ba sem, hogy, hogy akkor én nem vagyok végül is beosztottja egyiküknek sem, Aki a beosztottja, szólítsa persze úgy, de... De mivel politikai kritikusa vagy, akkor sem változtattál. Tehát ugyanúgy, ha egy felmerül valamiben, akkor nagyon sokszor a Viktor keresztnevet használod egyszerűen. Ez most ez nagyon érdekes, mert én ezen soha az életben nem gondoltam. Én nekem meg tehát, tehát én nekem ez egy rész nem tűnt fő. Hát biztos, hogy Biztos, hogy olyan mértékben épült be a politikusi pályafutása előtti személyiségkép a névvel együtt, hogy, hogy én ebből nem tudok. Ezzel nem gondolkodtam sohasem. Jé, ez, ez érdekes. Ezzel majd utólag el fogok gondolkodni, mert hogy ebben nincs semmi szándékosság. Ezt, ezt Biztos ezt nem, vagyok benne. Nem tudok másképpen Aki egyszer el. valakinek a tanítványa lesz, az az idők végezetéig a tanítványa marad? Hogyan tekintesz magára a jelenségre? És magára Orbán Viktorra, mint egykori tanítvány. Hát, ugye nagyon érdekes, hogy én ezt rendszeresen megkapom túlértékelve mind a két oldalról, de leginkább... Hát ő meg, az... hogy soros ösztöndíjas, azt kapja meg ugye, a hány évtizede, viseld el, hogy viseld meg neked a tanítványodról. Én meg ezt kapom. Az az igazság, hogy amikor a Viktor oda kerül, az én utolsó csoportom, akiket még érdemben tanítottam, mint csoport, az a Szájer Józsi és az Anikó, a Lévany csoportja volt. A Viktorikkal a kapcsolatom már inkább a kollégium, illetve ez nagyon érdekes, most, hogy nekem kellett a, a tanítványai miatt végig gondolnom tavasszal, márciustól nyárig, az eddigi életemet, mert fölvettek egy ilyen nagyon hosszú életút interjút, 28 óra el képzelni, mennyi, szóval 14 munkanap volt. Rengeteg papírt elő kellett vennem, és például elővettem, megtaláltam azt a papírt is, hogy 1980. decemberében volt a kandidátusi diszertáció munkahelyi vitája, még ilyen zárt körül, ami ilyen szakmai vita, ahol hát például az előbb találkoztam itt Frisztamással az előtérben, ő is ott volt, de hát ott volt Csepeli Györgytől, Lengyel, Lászlói, Gumbár, Csabáig, Pap a szakma, és oda volt írva, hogy ki, kicsoda. És a, az 50 fős névsor végén ott láttam, hogy Orbán Viktor ötödéves joghallgató. Tehát nagyon érdekes, hogy akkor ezek szerint lehetett akkor a 80-as évek közepe táján, Annyira szoros még egy ilyen szakmai jellegű kapcsolat, és hogy ő volt az egyetlen egyetemista, aki ott volt az én kandidátusi munkahelyi vitámon. Ha ezt a papírt most nem talán meg nem jutott volna eszembe, kicsit hosszú ez a történet, de talán érteni fogod, hogy azért mondom, hogy én is utólag szembesülök azzal, hogy már én sem emlékszem 80 vagy 30-valány év után, hogy milyen kapcsolat volt. Miközben tudom, hogy a csoportunkba, ami egy ifjúságkutató csoport volt, és akkor már az alternatív mozgalmakat kutató csoport volt, főleg 85-88 között, hogy oda Viktor többször is írt igen jó dolgozatokat, nagyon jókat. Föl is vetődött, hogy oda kerül az intézetbe a csoportunkhoz. Akkor már ugye Stump István ott dolgozott évek óta, akkor már egy 5 éve, villégében végzés óta, és ennek a. a Munkának, ami az, az alternatív mozgalmakat, autonómiát kereső mozgalmakat kutató alkalmi csoportosulásot. Ennek a koordinátora, a kutatás szervezője, ez Kövér László volt. Tehát ő is ott volt már a csoportban akkor, 85-86-ban. Tehát teljesen természetes lett volna, hogy a korábbi munkái alapján írt három nagyszerű dolgozatot. Tényleg egyik jobb volt, mint a másik, amit akkor írt, hogy számítottunk rá, hogy oda lehet venni. Máig nem világos nekem, hogy ki és miért akadályozta meg, hogy végül is oda kerüljön a csoportunkba. Én, egy nagyon jó képességű, jó szemű, gyors eszű kutatót láttam benne, akit az Isten is a politikai szociológiai jellemzésre teremtett. Nyilván megmaradt ez a fajta rétege az ismerettségnek, hogy, hogy ezt az ember zárójelek közé teheti, meg a későbbi fejlemények szempontjából egyáltalán nincs ma már jelentősége, hogy valaki 20 éves korában milyen dolgozatokat írt, de hát akinek volt ilyen személyesebb kapcsolata, az, az nyilván nem felejti el, tehát vagy legalábbis remélem, hogy nem felejti el. Hogyha már szóba került ez a soros ösztöndíjas billog Orbán Viktoron, akkor ide vehetjük az egykori liberális Orbán Viktor Jelző szókapcsolatot is, és szerintem még egy pár évet várunk, billokként lesz rajta a kritizálói körében a kereszténység beemelése a politikai narrációba vagy kommunikációba. Aztán ugye a polgári Magyarország eszményképe szintén egy olyan korszak volt, amit, amit sokan a mai napig úgy emlegetnek vissza, hogy akkor még szerettem a Fideszt, de hát ezek szerint kiderült, hogy az csak egy portéka, ez a vád gyakran elhangzik. Azt akarom tőled, Laci, megkérdezni, hogy ennyi év elteltével, ennyi évtized elteltével mitől van az, hogy Orbán Viktor esetében nem tudjuk azt elfogadni, mint bármilyen más ember esetében, mint a kritizálóiról beszélek, hogy változunk. A, a létezésünk velejárója, hogy változunk. Erre három választ fogok adni, a háromnak lesz érintkezése. Egyrészt azt én is teljesen természetesnek tartom, hogy az emberek változnak. Az ellenkezője lenne a nem természetes. Főleg egy olyan korban, amelyik hihetetlen sok változást halmoz föl, ráadásul relatíve egy rövid idő alatt. Tehát, hogyha 1988 és 2000 közötti 12 évet elgondoljuk, Magyarországon minimum három-négy nagyon jelentős politikai fordulat volt, és az az ehhez való alkalmazkodás folyamata az azt jelenti, hogy megváltozik az emberek beszédmódja, magatartásmódja, itt még az értékrendje is. Tehát ezzel a részével nekem nincs különösebb bajom, és ezért nem is nagyon tudom komolyan venni azokat, amikor előszedik valakiknek az 5-10-15-25 évvel ezelőtt lám ezt mondta, meg azt mondta, mert ilyen értemben mindenkinek a fejére lehet olvasni azt, hogy, hogy akkor azt mondtad, és akkor hihetetlen hosszú magyarázat kellene, hogy akkor ott 20 évvel ezelőtt abban a, az összefüggésrendszerben annak volt értelme, de most ugyanazt mondani nincs értelme. Tehát ezzel a részével nekem nincs gondom. Főleg, hogy rövid, a... rövidebb politikai karriereket látunk, amiben nehéz már utólag szembesíteni bárkit, mert valaki három évig, öt évig, nyolc évig volt a politika színpadán, az az idő az jó rövid ahhoz. És hogy... ha nem változott, eltűnt a politikai színpadról, Egyen. hát mennyi ilyet tudunk mondani. Orbán esetében más a helyzet, mert a, én meg azt látom, hogy egy idő után a, a, a hatalomhoz való ragaszkodás, minden, minden áron való ragaszkodás hoz be olyan újabb-újabb szerepeket, amelyek már nem természetes személyiségfejlődési logikából következnek. Tehát próbálom majd példákkal mondani, hogy hogy, hogy értem ezt. Tehát amikor Bekerült a, a személyiségbe ez a váratlan keresztény attitűd, ennek azért az előzményeit nem nagyon lehetett látni. De ettől még nem zárom ki, hogy valaki ne lehetne 40 éves korában is adott esetben a saját korábbi múltjához. De nagyon nehéz ezt hitelesíteni. Ha te korábban semmilyen jelét nem adtad annak, hogy te egyébként az is vagy, szóval akkor, akkor ez elég nehéz elgépzelni, hogy nem azért van, mert egy olyan politikai tábornak lettél a vezetője, amelyik mindegyiknek szerves része. A nemzeti attitűd, de már bonyolultabb a dolog, mert lehet, hogy ez korábban is meg volt, csak nekik sem nagyon volt jelentős. El tudom képzelni, hogy a, a az erdélyi védőszentje szerepkörbe való megjelenéshez kellett az is, hogy rendszeresen járjon Erdélybe, és amíg ott nem nagyon ismertem mondjuk az ottani magyar kisebbségnek a sorsát, neki sem volt ez egy fontos dolog. Tehát még ez is belefér. De én inkább azt látom, és az nem jó, amikor az ember magára hivatkozik, de ezt nem olyan régen egy portálon, talán egy hete, hogy végigmondatták velem. Magyar Hangnak van egy Kompország nevű portálja, Meg Ott másfél azt a órát éppen az orbáni szerepeknek az egymásra épülésére kellett ford, for, 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 szánnom. És én ott néhány olyan fordulatot is látok, ami nagyon is kiszámított. Tehát mondok néhányat, hogy érthetőbb legyen. Tehát amikor valaki kinevezi magát a v a vezetőjének, talán emlékszel a 2018-as tusványosi beszéd, hogy már akkor jött ez a nyugatnak vége, lehanyatlott, Európa jövője, centruma, a fejlődés majd itt lesz keleten, és hogy akkor a v lesz ennek a letéteményese. De akkor is ezt néztem, hogy hát, hát azért ez nem olyan egyszerű, mert ott van még három nép, akinek majd ehhez lesz valami mondani valója. Ugyanígy egyszerűen nevetségesnek nevetséges tartom ezt a felkipcsák fel kapcsolatokat. Ezek mind a napi pillanatnyi politikai érdekkötődésekből adódnak. Vagy hogy elmegyek és Azerbajdzsánba megdicsérem az azeri elnököt, hogy volt szíves elzavarni azt a 170 ezer örményt a karabaki területről, mert lényegében ez történt. De nem mondom tovább ezeket a példákat, mert sajnos elég sok olyan példát tudok mondani, hogy ebben az újkori, tehát a 2010 óta tart Tartó, most már 14. éve tartó miniszterelnöki szerepkörben, túl sok nekem az ilyen alkalmi identitásváltás, amit nem tudok mással magyarázni, mint a pillanatnyi politikai érdekötöttségekkel, vagy hogy még durvában másszak bele a napi viszonyokba, amit egyikén nem különösebben szeretek, mert a, mindig ettől tartok, amikor elemzőt az előző napi eseményekről kérdezik, de hát most az előző napi eseményekhez tartozik ez a legújabb nemzet, ez a legújabb konzultáció, amit végigolvastam, és mindegyik kérdés kizárólag Brüsszel napolásáról szól. Az érdemi részével nem akarok foglalkozni, mert Magyari Péter szerintem a Válasz Online-on tökéletesen elintéztem, mert mind a 11 kérdést darabokra szedte, és megválaszolta. De azt akarom mondani, hogy ráerőltetni egy országra, hogy neked pillanatilag miniszteren két óriási gondjaid vannak, mert nem tudod megoldani a, a, a politikai problémádat a brüsszeli kollégáiddal. Ebből nem kéne egy országos és az egész nemzetre rátelepülő, hogy akkor most mindenki utálja velem együtt Brüsszelt, mert nem is nagyon értjük, hogy mi a gondod ott. Lehet, hogy igazad van, lehet, hogy nincs, de hogy ilyen alpári demagóg módon, ilyen átlátszó kérdéseket föltéve, amire ne, nem teljesen világos a válaszkényszer is. Tehát, hogy ezek a fajta szerep elvállalások, amik a pillanatnyi politikai érdekek hullázásából adódó váltások. Hogy ezeket is úgy föltüntetni, mint a személyiségem integráns része, ezzel már nekem ezer bajom van. Tehát úgy akarom az eredeti kérdésedet megválaszolni, hogy vannak szükséges változások az Orbáni szerepbe, amik következnek a helyzet változásaiból, és beleférnek még az integráns személyiségről vallott képünkbe is. És vannak olyanok, amik már nekem semmiképpen nem félnek bele, hanem azt gondolom, hogy ez a te privát politikusi problémád. Old meg! De ne próbáld ráerőtetni egy egész országra. Amit Laci úgy nevezel, hogy személyes érdek, és ezek mentén való ügyeskedés, vagy nem tudom, milyen szót használtál. Egyébként nálam nem lenne szitok szó az, hogy érdek mentén, vagy gazdasági értekek mentén van keletre ez a nyitás, meg a, a vénégyek te általad azt mondod, vezetői szerepére ö, jelentkező ambíciója Orbán Viktornak. Ez a térség és a kelet az ö, mi van, hogyha egy olyan eredményt fog valamikor elhozni nekünk, amit nem látjuk még, hogy mikor? Amikor azt mondod majd egyszerte is, hogy lehet, hogy igaza volt Orbánnak. Mert te most aktuális és érdek dolgokat mondasz, és amikor ő Brüsszel kritikával áll elő, és a hanyatló nyugatról próbál beszélni, akkor te nem látod azt, a nyugat-európai világban. Szinte, hogyha földrajzilag nézzük nyugatról, ahogy keletre haladunk, hogy valahol itt a mi törészónánknál van még egy olyan egészséges immunrendszere a társadalmaknak, akik már nem annyira szeretnék például befogadni azokat a migránsokat, akiket a Willkommens kultúr keretében Nyugat-Európa befogadott, és látjuk, hogy most mi történik. Tehát szerintem te sem vagy vak, látod Nyugat-Európában, mi történik. Ha magad elé képzeled föld, földrajzilag, akkor egészen egyszerűen azt lehet mondani, hogy ez a társadalmi immunrendszer nálunk elindul, és keletre valószínűleg még erősebb, és talán védhető lesz majd a jövő társadalma. Mi van, ha Orbán Viktornak később lesz? Ebben is igaza. Ezt nem tudom megítélni, hogy Orbánnak miben lesz, igazán miben nem. Azt viszont meg tudom ítélni, hogy nekem is megvan a, a véleményem régóta és függetlenül a politikai táboroktól. Attól végképp függetlenül, hogy éppen ki van kormányon, hogy mit gondolok a kontinensre és mit gondolok a világról, és a teljesen független az Orbáni kritikától nekem is elég sok gondom, bajom van, és akkor még messzebbre mennék. Én 1990-ben is eléggé aggódtam. Mind a hat politikai párt, amelyik a parlamentbe be akart kerülni, egy olyan idealizált képpel jött, nem csak a Fidesz, az SDS a kereszténydemokraták, és gazdák, MDF, szocialisták és mindenki, hogy nekünk az a dolgunk, hogy úgy, ahogy van, másoljuk a nyugatot. Nem tudom, mennyire emlékszel, mindenki Európához mi mást hozott én, volna, én, mint idealizmus. Én csak azt akarom mondani, hogy akkor is ahhoz, az a kisebbséghez tartoztam, aki azt gondolta magára, hogy ennél már jobban ismerem Nyugat-Európát, hogy ez nekem milyen egyszerű legyen, hogy ott van a kész, mint nekünk csak át kell venni. Tehát az én problémám a Európával és a Nyugattal a régebbi kelető és nem politikai, történelmi és szociológiai. Tehát az, hogy hogy hol vált ketté Európa, az, ez a műsor elég rövid ahhoz, hogy elmondjam, hogy ez valahol a 15-16. században volt, és ezt azóta se sikerült a térségnek dolgozni, de ez egy külön vitakérdés lenne. Én másképp látom Kelet-Európa és Nyugat-Európa viszonyát, mint ahogy az aktuál politikában látják. A, az ájult tisztelet ugyanolyan idegesítő számomra, mint ez az új keletű dolog, hogy Kövér László száján kicsit. Tegnap például lesz, hogy 12 év alatt Hitler nem tette annyira tönkre Németországot, mint a jelenlegi német politikai eszeket őrültségnek tartom. Sok probléma van nyugattal, nagyon sok mindenben nem kell követni, de az alapvető minta, hogy az európai kulturális fejlődésnek a, a parlamentáris demokráciában, a piacgazdaságban, a, abban a szerepkörben, ami 400 évig Európát egész a 20. századig az ére tudta vinni, abban Kelet-Európa mindig is hátrányban volt, és még most is hátrányban van. A, az a fajta kelet-európai minta a késő túl tartott a feudalizmus. A lengyeleknek is, a litvánoknak is, a szlovákoknak is, románokról nem is beszélve. Tehát a XX. század elején még 90%-a részben analfabéta és írástudatlan volt, meg a bolgároknak. A, 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 a múltnak a terhe ilyen értelemben szerintem nagyon-nagyon nagy, hogy lekéstünk, tartósan egy olyan polgárosodási mintáról a városokban, az iskoláztatásban, a civil szféra erejében, nem mondom végig ezt a leckét, tehát én sokkal inkább a, annak a nyugatos mentalitásnak vagyok a híva amelyik itt a Fideszben is megvan, csak úgy látom, hogy nem mainstream. Tehát, hogy tenni azért a Prőleg Ergőtől, a Navracsicsig, a Német Zsoltól kezdve néhányan, akik nincsenek szerebe Úgy látom, hogy a Fideszen belül is nem osztja mindenki ezt a fajta keletfele menni. A keletfele táncolásnak én sokkal inkább ilyen aktuális politikai érdekeket látok dominásnak, és nincs megindokolva. Az én bajom az, hogy ez a hirtelen fordulat az orosz gazdasághoz való tartozás, és az orosz dominancia elfogadása néhány alapvető kulcsiparákban, ez nem volt soha rendesen megindokolva. Mint ahogy maga a szerződés is úgy kötetett, hogy meglehetősen titokban, tehát a Paks 2 is, és az összes többi is, az nekem nem érve, amikor nagy néha megkérdezik Szijjártót, hogy miért is nem tudjuk ezeknek a gázszállítási szerződéseknek a, 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 konkrét feltételeit, hogy mikor, meddig, milyen áron, akkor a válasz rendszeresen az szokott lenni, hogy hát az orosz fél kérésére ezek, ezek üzleti titoknak minősülnek. Na most ide figyelj, egy ország, amelyik olyan kényes a szüverítására, és az a szüverítását állandóan a zászlóra tűzi, hát legyen már ilyenkor is ilyen szuverénitás igény, és azt mondja, hogy hát azért olyan szerződést ne kössünk már meg, ahol a másik fél érdeke az, hogy nem hozzuk nyilván de mondok még vadabban. Emlékszel, hogy a Fudan Egyetemnél is ugyanez volt azért? Mm. Meg még néhány kínai beruházásnál is, hogy a hát a kínai Nekem állampolgárként nincs bajom azzal, és nem Fidesz szimpatizásként nekem, mondom, hogy vannak dolgok, ami ami én előttem... De, kell, nekem hogy... van, de nekem van bajom. Hát valószínűleg félszer, félszerzett vagy az állampolgár van, van a Van bajom, mert között. azt mondom, hogy ha az én bőrömre, meg az unokáim bőrére is megy a játék, olyan szerződéseket tetszenek kötni, amelyek a magyar gazdaság életét 10-20 évre is meghatározza, akkor a magyar állampolgárnak is joga van tudni ennek a, ezek a szerződésrendszernek azokat a feltételeit, ami meg... Ebben nem fogunk megegyezni, de... De hát akkor lehet, hogy te bizalmatlan is vagy. Én bizalmatlan is vagyok, főleg az oroszokkal és a kínaiak a szemben történetileg vagyok bizalmatlan. Tehát nem feltétlen azok a, a szerződő partnerek, akik egy európai szerződéses kultúrát művetenek. Ez félét és nehézség, ez nem magyar-kínai viszony. Ez a kínai kultúrából és a mélység és kínai bizalmatlanságból követően a a ember nem tudja, hogy az egyenlőtlen szerződések is az 1838-1860-as évek közötti gátlástalan, víres Hihetetlen, mit műveltek az angolok, franciák, németek, Kínával abban az időben, amikor az egyenlőtlen szerződések köttettek, olyan milyen üli meg, Tehát az egy Európai elnyújtott valószín... bosszú is lehet én... mögötte finoman? A, 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 a basszú talán nem mondanám, de a totális bizalmatlanságnak a történelmi kivetülését azt igen, amit én kínai szemmel értek, de aki Kínával annak, ezt, ezt, ezt valahogy tudni kell, hogy te soha nem fogod megtudni, igazán a kínai félnek a motivációját és a valós szándékait. De ezt csak azt akarom mondani, hogy aki ilyen felekkel szerződik, azoknak ezzel tisztába kell lenni, a másik félnek meg azzal kell tisztába lenni, hogy ha hát te európai országgal akar szerződni, ott elfogadhatatlan az, hogy, hogy államtitoknak, meg, meg gazdasági, meg, 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 egyéb titoknak, üzleti titoknak minősüljön olyan, ami egyébként az adófizetők pénzéből lesz finanszírozva. Ezt egy kínai soha nem fogja megérteni. Egy kínai vezető. Sajnos egy orosz se. És itt mondok még súlyosabbat. Most nem akarlak azzal terhelni, hogy én az időm jelentős részét évek óta ilyen történelmi mély furásokkal és például a 12. 15. század történelmével az elmúlt másfél évet töltöttem. És megdöbbenve szembesülök azzal, hogy nálunk a tatárjárás, ugye, mély nyomot hagyott a magyar történelme. Másfél év volt. Az oroszoknál tudod, mennyit? a Kakai folyótól való csatától 1240-től egész majdnem 1600-as évekig eltartott. Az, az orosz történelemben az egy 300 éves, de minimum egy negyed évezredes periódus volt, amíg az oroszokra rátelepült, vagy később a megszülető nem csak a ruszra, hanem a moszkvai fejedelemségen is, és mire kitakarodtak, és megszüntették azt a terhet, amit jelentett nekik az aranyhorda, meg az asztalányi kárság. Az orosz történelme orosz történészeknél is olvastam most, hogy pontosan tisztában vannak, hogy mind a mai napig az attitűdre, a gondolkodásmódra, az európaiakhoz való viszonyukban ez a fajta hosszú, több száz éves örökség, amit náluk a, a, a mongol elnyomás jelentett, azt mi föl se fogjuk, hogy mennyire ott van. Aki egy kicsit ismeri a mai orosz érveléket, szóval megdöbbenve fogja felfedezni azokat, hogy ezek milyen mélyek. Ezeket nekünk tudni kell, amik ilyen partnerekkel egyezünk, hogy az a kultúra nem kompatibilis azzal az európai kultúrával, amihez mi olyan baromira oda akartunk tartozni. Tehát ha te fordulsz Ázsia fele, akkor neked le kell számolnod az európai örökség számos olyan. A magyar társadalom szerintem többsége számára már ismerős és kívánatos normával és civilizációs szubkulturális szokással, ami az oroszoknál nem szokás, és belátható időn belül nem is lesz szokás, és a kínaiaknál sem lesz szokás. Tehát az én problémám nem ott kezdődik, hogy most a, a, a szocialisták kormányoznak, vagy a Fidesz kormányoz, hanem én egy egész más kontextusban én értelmezem ezt a magyar helyzetet, hogy ott vagyunk továbbra is a tő de az szerintem nem kiút, hogyha te nyugatnak hátat fordítva, kritika nélkül elfogadod a nagyobbik, és veled soha nem egyenrangú partnerként. Ez a partnerség olyan, mint az a kisfilm, amit az orosz tévé mutatott, amikor Pekingbe találkozott a Putyin és Orbán. Viktor. Hát arról súlyos véleményem van, de a... ne az csak akarsz... azt akarom mondani, hogy az nehogy azt hogy ez az egy kivételes dolog. Így viselkedett vele februárban is, a hosszú asztalnál is. Nem is hagyta. Nem tudom, mennyire emléksze, hogy lezárták a közös sajtótájékoztatót. Eszébe nem jutott a Putyinnak, hogy megkérdezze, hogy Orbán Viktornak is van-e hozzászólni valója. Ő elmondta magáit, és kész, hátat fordított, elindult, is, hát a érzett, hogy van egy vendégem is, és intett neki, mint a, a, az úri, úr a kocsisnak, hogy hát te is jöhetsz utánam. Szóval nem akarom elvinni a műsoridőt, mert az én legnagyobb problémám ezzel a Fidesz időszakkal, egyébként itt van, hogy nem látom hogy kellően megindokoltnak, elfogadhatóan megmagyarázatnak sem, és attól tartok, hogy emögött so, néhány olyan gazdasági erőcsoportnak az érdekei lehetnek, és ezért van ez a nagy csend, és ezért nincs rendesen elfogadtatva, hogy miért is van ez a nagy kanyar. Laci, szeret sarkosan fogalmazni, én nem értek azzal egyet, hogy totálisan hátat fordítottunk volna Európában, én azt gondolom, hogy a következő 100-200 évnek az a az a nemzet lehet a nyertese, aki mindenkivel szót tud érteni. Aztán majd eldől, hogy ez így lesz-e vagy sem. De... Mondjuk ebbe egyet értek, de, de itt most az ideológia az, hogy mindenkivel egyet kell értenünk, de gyanúsan csak a kínaiakkal, meg az oroszokkal értünk egyet. Tehát a mondat első fél, Igen, de, el, de ez, tudom de mégsem hátatfordítás Európára. Hát igen, de azért, ha összerakom az elmúlt néhány év folyamatát, akkor azt látom, hogy nem kapjuk meg a pénzt, mert elegük lett a nyugatiaknak abból, hogy nekik nagy vagy van, hogy olyanokra fog elfordítottuk ezt a pénzt, amire nem erre kértük. Tehát aránytalanul sokat kapott a magyar oligarcha ebből a saját üzletére, és ezt a mondjuk eléggé bizonyított is, hogy megnézték, hogy az állami megrendeléseket ki az a szég aki az elmúlt 7-8 évben 85 százalékos. Én azért kapta. vagyok nyugodt, ha egyszer Dobrev Klára hatalomra kerül, ő másnap hazahozza. Ami, ami El... számomra jobboldali szavazóként azt jelenti, hogy pofára megy Figyelj. ennek a pénznek Ugye... a visszatartása és az odaadása is. Én értem ezt az érvet, és, és olyanokkal beszélgetek, akik ugye engem egy másik politikai táborhoz tartozónak gondolnak, és tudják rólam is, hogy a másik is. Mindig ezt kapom meg, hogy de ha jönnének a szocialisták másnál, nem érdekel engem. Tehát az hogy egykor a jogi karom végeztem, tanítottam is ott. Tehát azért annyit megtanultam, hogy egy tolvaj védekezésében a bíróságon az, hogy más is lopott, az egyszerűen nem számít. De én most épp megdicsértem Dobrövet, mert nem, hogy hazahoznál. Hát jó, hát én a DK ígéreteket most a, a Annyira veszem komolyan, amennyire reális az, hogy ebből valahogy kormányzás lesz. Tehát lapozzunk. De? Kéri László neve mellett, ha mindenképpen fel kell tüntetni szakmákat, szakmacsoportokat, akkor politológus, szociológus, tanár, ez a három leggyakoribb, amit mondanak. Én nem látom benne a pszichológust, most szándékosan provokállak Laci. A beszélgetésünk első részében azt mondtad, hogy Orbán makacs hatalomhoz való ragaszkodása. Szerintem ez nem egy politika. Tológiai kijelentés, ez egy pszichológiai kijelentés a részedről. Mire alapozod azt? Ez az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy ne induljon bárki a világon valaki egy demokratikus országban az ország vezetésére úgy, hogy egyébként a hatalmat ne, akarjá, ne akarná megtartani. Szerintem úgy neki se induljon. Ha így teszed fel a kérdést, akkor természetesen azt kell válaszolnom, hogy mindenki, aki hatalmat akar, az így viselkedik. Ha én ezt a kérdést átfogalmazom úgy, hogy rávetítem a 2000 utáni magyar folyamatokra, akkor azt mondom, hogy egyfelől értem ezt az ambíciót, mindenki hatalmon akar maradni, az előzők nem tudtak, mert nem tudták ezt megoldani. Miért nem tudták megoldani? Többek közt azért nem tudták megoldani, mert nem forgatták föl azonnal a fenekestől az egész, egész hatalmi infrastruktúrát, ami mögöttük volt, mert gondoltak arra például, hát Hornyula nem volt nekem ideális politikus, de például Hornyula megakadályozta azt, hogy kisemmizék teljesen a média világból az ellenzéket, talán biztosan Emlékszel ezekre a vitákra, hogy ottan a, a saját környezetében is voltak, meg, meg nem engedte végül is az alkotmányozást, pedig nekik nem kétharmaduk volt, tudod, mennyi volt? 50. 70. Ja, de ön, Egyet, önmagukban 52 százalék volt. Nekik, a de a, a, a koalíciós kormánynak 72-73 százaléka tudtak volna és aztán mégis úgy gondolta, hogy, hogy nem lehet a kisebbség nélkül alkotmányozni. Ezt azért hozom ezt a példát föl, mert 2010 után a legkezsébbé sem érdekelte a Fideszt. Hogy Bocsánat, olyan... meg kell, hogy szakítsalak. Miből gondolod, hogy ez egy tudatos gesztus volt, és nem pedig egyszerűen annyira magabiztosak voltak, hogy nem kell ezzel foglalkozni? Benne van ez is. El tudom képzelni, hogy ez is benne van. Az én gyanúm az, hogy a ezzel is az SZD t akartam hozzáltani, de hát ez az én magam. Nem tudnám bizonyítani. Csak valamelyest jobban láttam belőle azokat a folyamatokat, és én azt láttam, hogy nem annyira az ellenzékre voltak tekintettel, mint állandóan azzal, hogy ki tud a másiknak betartani. Tehát nem véletlenül bukott meg az a koalíció, mert kívülről még a rászavazók jelentős része is azt látta, hogy ti ebben a négy évben leginkább egymással foglalkoztatok, és kevésbé az, az ennél sokkal fontosabb dolgokat. De ha erről kell beszélni, erről is tudok, mert azt mondjuk sokkal jobban láttam, akkor ismertem a főszereplő, őket személyesen, és elég rendzelő. Akkor bejártam még a parlamentbe minden héten, akkor minden keddenben voltam, mert akkor van az azonnali kérdések órája, meg az interpelációk ideje. Ki akarta tőled megvonni a belépést? Hát egyszer Hordyula, amikor írtam a Népszabadságban 94 őszén, egy, akkor még a Népszabadságban létezett egy -e eszé a hétvége, és hát akkor írtam egy elég pikírt eszét arról, hogy hát nem kampány van már, tehát azt hiszem az volt a címe, hogy Marinéni Józsi bácsi, meg az egyszerű nép, és akkor azt akartam énni, hogy Horgyula még mindig úgy érvel, és próbál kormányozni, mint a kampány időszakban. Ez legyen, egy visszatérő, panel, nénélek, visszatérő panele volt. Igen, igen Mari nénileg, és erre nagyon megharagudott, és azt mondta a korabeli házelnöknek, hogy nem szeretné a kérítét többet látni, hogy vegyék el a belépőjét, de szerintem csak dühében mondta, mert aztán későbbiekben, amikor már nem volt miniszterelnök, azért többször beszéltem róla, de ő egy hirtelen haragú ember volt egyébként is. Tehát én nem vettem komolyan. Másrészt meg ő nem tudta, hogy nem a szocialistáktól kaptam a belépőmet. Ennyi eszem mindig volt, hogy nekem ne párt adjon parlamenti belépőt, mert akkor attól a pártól lennék függő. De figyelj, ez nem szeretnék már ebből élni, mert a párti szerepet <laughs> ezen. Na. szóval ezen. Szóval bejártam én sokáig 2010-ig a parlamentbe. 2010 után egyszerű volt a helyzet, mert Kövér László visszaszedette azokat a belépőket, akik ilyen kis kaptak, és nem kaptak újat. De hát nagyon hamar fölfogtam, hogy miért is járdék be ebbe a parlamentbe, minek? Ez a parlament olyan Azt hamar Azt hittem, Kövér ér... László neked azért biztosít egyet. Nem. Kövér László 2002 tavaszán megmondta nekem, hogy vegyem tudomásul, hogy én vagyok ott 50 méteres sugarú körbe, Fideszes nem tartózkodik, vagy nem fog tartózkodni. Ezt egyébként a többiek nem nagyon tartották be, de sokan betartották, ő betartja. Tehát ő vele több mint húsz éve megszakadt mindenféle. Szerintem, ha találkoznánk az utcán, én köszönnék neki, de ő nem köszönne vissza. Ennek sok oka van. Az egyik az, hogy ő a fejébe vette, hogy azt a könyvet, amit én egyébként nem szerettem, az a Kende Péter-féle Viktor Igen. könyv. Abban én aránytalanul sokat szerepeltem, például a bevezető hosszan az az én monológom, és én ezt nem vettem észre, a Kende akkor mutatta meg megmászt a könyvet, amikor már nyomdában volt, a többieknek volt annyi esze, hogy anonimát tették a mondandóit, én meg nem vettem ezt észre, és a kövér Laci fejébe vette, hogy ehhez a kendekönyvhöz ez az én privát bosszum, ugye nem tudom, min kellett volna bosszút állnom. Azt mondjuk tudta, és ő úgy úgy hajlamos az én összeesküvések kreálására, hogy ez a Kende Péter nekem mély folyam társam volt annak idén, tehát ez már lehet, hogy elég volt egy ilyen összeesküvéshez, hogy ennek a könyvnek én voltam a sugalmaz. Ez egy borzalmas könyv volt, ez egy pletyka halom volt, és én már akkor utána többször szabadkoztam, most nekem már századszor is megtennem, hogy én se vagyok büszke rá, a könyvben nem lett volna szabad ott lennem. Ha én látom, hogy milyen könyv lesz ebből, azért, akkor... Azért nem, ne, szem... ne bánt, hogy te 101 egy, egy, is elmondod, mert én nekem ez sem volt meg, így a szabadkozásod is sokszor. sem. De hogy ez a most itt TV itt műsorokban elmondtam, hogy NER sajtóban, vagy NER médiában kinyilatkozott, szerintem ennek azért van üzenet De elmondtam én ezt többször annak idején, hogy, hogy ez egy olyan e, megengedhetetlen óvatlanság volt ebben a De krémbe. ezt a kövérnek miért nem mondtad el? M mert Szerintem egyrészt, hogyha ez annyira izgatta volna, tudhatta volna, ő is hallhatta volna ezt, nem, nem tudom. Nem tudom, miért nem mondtam el neki. Szerintem ő neki már egyébként is elege volt belőlem. Tehát ő, ő, ő azok közé tartozott, akik nagyon nagy csalódással élték meg 98 után, hogy a lengyel is, meg én is ugyanilyen kritikai attitűddel viszonyulunk a a Fidesz kormányzáshoz, mint hogy az előzőkhöz viszonyultunk. Szerintem neki már több baja is lehetett velem akkor. Nem, érdekes, hogy soha nem ültem le vele tisztázni, hogy mi a kettő között. Ez ugye nagyon fura, én azt mondom neked, hogy én 14 éven keresztül nagyon jó megvoltam Kövér Lászlóval. 79-től 93-ig elég jól megvoltam. 93-ban kezdődött az első komolyabb veszekedésünk, a Debreceni kongresszusra visszajövet. Ott én még díszvendég voltam a Debreceni kongresszuson, és együtt jöttünk vissza, és, és akkor ő, tőle végig hallgattam ezt a végtelen dühöt a Fodorék ellen és a Fodor csoport ellen. És, Ott volt a kiválás. És Nem, az 93, majd november novemberben nem? lesz a novemberi kongresszuson Miskolcon. Okay. Ott még az volt, hogy, hogy elindul-e Fodor Gábor Orbán Viktorral szemben másik jelöltként mert ezt kellett mindenképpen megakadályozni ők és megakadázták, hogy ő volt az egyetlen jelölt. De ottan Fodor Gábor egy hihetetlen érdekes műsort rendezett, amiből megmutatta informálisan, hogyha akarnék, lehettem volna egyenlangú vetétársa. Nem ismered ezt a történetet? Ezt nem, de most, most rakom össze Na, a mozaikokat, hogy fél évvel ez az ugyanebben a székben Fodor Gábor volt a vendégem, aki, aki elmondta, hogy ő mai napig barátjának tekinti Orbán Viktort, attól függetlenül nyilván jó pár dologban már nem értenének egyet. Ez Csak hogy így nem most, le... most ez a szinte majdnem napra pontosan 30 éves időutazás, amit most teszel, 93-ig a Fodor fél a Liberális szány kiválásáig, így most egészen érdekes vetületet. A kell. kongresszus valamikor áprilisban volt. A Fodor csoport kiválása az novemberben volt az őszi kongresszuson. A kettő között, hát hogyha már figyelj, mi a stúfa nyáron megpróbáltunk közvetíteni folyamatosan a viktor, meg a, a Gábor között. Volt úgy, hogy a Balasi utca egyik oldalán. A, a, hogy hívják? Laci, a. Ha rég múlt van, akkor Viktor és Gábor, ha közel múlt, akkor orbán és Fodor. Jé, Megfejtettem. De látom, a, az emlékeid előcsalnak egy olyan patinát, és bájt hozzá, hogy rögtön a gyerekekként látod újra őket. Jé, látod, érdekes. Lehet, hogy többször kéne veled beszélgetni, hogy magamról is megtanulnék olyan dolgokat, amit soha nem fogok észrevenni. Szóval mi azon a nyáron megpróbáltunk közvetíteni a két fél között, és így a különböző feltételek, hogy mit mond a Gábor, mit mond erre a Viktor, ott a rohangáltunk, a, mit a Majda Leonard, meg a, hogy a Biaric között, hogy a, és ezt Kövér Laci megtudta, azt hiszem, hogy ő éppen Londonban volt ilyen sikertelen kísérletet tenni, hogy tanuljon angolul, és nagyon hamar hazajött, és meghallotta ezt, és, és vagy megkeresett, vagy egyébként is találkoztunk, ahol irgalmatlanul lebaszott engem, hogy te hogy jössz te ahhoz, hogy belavatkozz a Fidesz belső ügyeibe? Te nem is vagy tagja a Fidesznek. És én néztem rá, hogy Úristen, hát végül is igaza van. Tényleg, mi közöm nekem a Fidesz belső ügyeihez? Tényleg, milyen alapon szólok én bele? Miközben te organikusan agyaltál stumfal. Miután... Igen, de Ez mert a, az István is azt érezte, hogy nem tesz jót a Fidesznek, főleg a választás előtt fél évvel a Fodor csoporttal való nyílt szakítás. Tehát István a Fideszt féltette, én meg két ember normális viszonyát, hisz tudtam, hogy egy szobában laktak sokáig. Nem tudom, tudod-e, a Simicskától elköltözött másodébben Fodor Gáborral egy szobában, a Viktor, és amikor én a... a, a Na még egy. Szóval én készítettem az első könyvet Orbán Viktorról. Ez 30 éve jelent meg. Ez úgy készült, hogy 93. júniustól 94. januárig folyamatosan beszélgettünk. Ezt én magnóra vettem, és ezt a több száz oldalt legépeltettük, és hát egy ilyen nagyon megszerkesztve lett belőle ez az Orbán Viktor című könyv. És a végén, januárban könyörögtem neki, hogy nem jelen, Viktor, nem jelenhet meg úgy egy könyv 94-ben, hogy a Fodorhoz való viszony és a szakítás nincs benne. És sokáig szabadott, hogy hagyjuk ezt ki, mondom, de hülyeskedj már, hát mindenki erre lesz kíváncsi, 94 tavasz, amikor megjelenik márciusban ez a könyv, el kézen egy rólad szóló könyvben nincs, amikor ez a Fidesz legnagyobb eseménye egy-két hónappal ezelőtt, és egy ilyen nagyon nehezen, de beletörődött, és végül is maradt egy ilyen fejezet a Fodor Gáborral való Viszonyáról, ami szerintem elég korrekt fejezet. És e, én tudtam azt mind a kettőtől, hogy hihetetlen sokat tanult Viktor a, a Gábortól. E, az ő gyöngyepontja, ez a pesti szubkultúrában való elhelyezkedés, ami a Fodornak piszkosú gyorsan ment. Szóval a Gábort nem lehetett egy idő után hónapokon belül megkülönböztetni a belvárosi gimnáziumokban végzettektől, mert olyan könnyen eligazodott az alternatív színházaktól, az irodalomban mindenütt. Ezt én betudom a gyöngyösi pedagógus család háttérnek az, hogy, hogy innen könnyű volt váltani, meg a nyilván a katonaság barátainak is. És a Viktor pont azon a ponton tudta segíteni Fodor Gábor, ami neki akkor ott a leggyengébb pontja volt. Tehát ez szerintem a élete végéig ott marad. A Gábornak meg nagyon imponált ez a, a Gábor, mit mondjak, nem a szocialista munkahőse, szóval hogyha meg kell fogni a munka végét, akkor szívesen áll a sor végére, hogy nem, nem biztos haragszik, hogyha majd esetleg, de hát, miért hallgatni ilyen műsort? Szóval de tartozik, fogja, mert itt is ült, nem, majd meglátjuk. Nem, nem tartozik a, 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 a gyors, határozott döntésképes és, és a, a dolgokat, a problémákat a kezében tartó, tehát ahhoz a típushoz, aki imád rendezkedni, dönteni, imád imád, imád azonnal főnök lenni, ő inkább ez a, ez a szemlélődő értelmiségi típus maradt, ami... De ettől meg gondolom fontos lánceme volt a, fontos, a megalakuló Fidesznek. A, a, a megalakuló Fideszbe és a parlamentbe bekerülő Fidesznek, és még szerintem az első két évben a Fidesz képében legalább olyan fontos képe volt, és ő tényleg nagy népszerű volt a Fideszbe, egész 93 még a szakításig. Szóval szerintem mind a kettőjükben ott van ez a... Hát, ha már ez egy ilyen magánbeszélgetés, akkor elmondok még egy elemet, ami elgondolkodhatott ebben az Orbán-Fodor viszonyban engem később, hogy nekem elég sok konfliktusom lett abból, hogy egyszer elhívtam az egyetemre egy esti zárt körű beszélgetésre a Viktort. Ez 2008 őszén volt, már nem sokkal a választások előtt, amit szerintem lehallgattak és ugye nem fogom tudni... Gyurcsányék. Mondanám én, is ezt akkor bel is mondtam a, déli, a déli krónikába bemondtam, és másnap reggel hétkor Szilvási föl is hívott telefonon, hogy nem képzeled, nem szorulunk rá, hát ezt már magáncégek begoldják, és ez meg, nagyon megjuktatott. Hát most hogy... akarom mondani, hogy minek szánta ezt a... Úgyhogy, úgyhogy ez egy külön hosszú történet, én nekem nagyjából ott fejeződött be a, a gyurcsányékkal. A, a, személyes kapcsolatom. Szóval a lényeg az, hogy ennek a beszélgetésnek, amit én azt ígértem Orbán Viktornak, miként előtte Hornyulának, Megyesi Péternek, Boros Péternek, Navracsicsnak, mindenki, aki ott járt vendégként, Csurka István is volt ott vendég, tehát nehogy azt itt, hogy amit én később hallottam, hogy ez egy ilyen liberális fészek, oda el lehetett hívni mindenkit, és mindenki jól érezte magát, és aranyszabály volt, hogy ez nem média esemény. Tehát hiába van akkor olyan hallgatók, akik majd TV, rádió szerkesztők lesznek, főleg tv szerkesztő osztályból, meg média szakról jöttek, hogy ez, e, e, itt nincs joga senkinek ezt kiadni, hogy mi van itt. És én ebben a hiszemben hívtam Orbán Viktort is, és így is beszélt. Ez képes tartottam végtelen inkorrekt dolognak, hogy néhány nap múlva ez szó szerint leírt jegyzőkönyvként volt a, a gyurcsány kormány különböző tagjainak a kezébe, és fel is használták ezt, és akarták ezt úgy használni, mint az Orbán Öszödi beszédét. Na most erről a részről nem is akarok neked beszélni, szóval. Nem. Szóval a szemét dolog volt, bárki művelte velünk. Természetesen soha nem lesz apparátosom ahhoz, hogy bizonyítsam, de nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy kiderüljön, hogy, hogy, vagy ki, utólag kiderüljön, hogy hogy lett ez nagyon hamar a, a gyurcsányék asztalán, hanem ezen az esélyen, ami hosszú volt. Azt hiszem, Fajt Csaba megkérdezte tőle, hogy, és akkor érdekes, hogy ők ilyen elnök úr úgy hívták. Tehát én Viktorozhattam, de ők ugye egy más korosztály hogy elnök úr, mit gondol Fodor Gáborhoz való viszonya, az meg fog-e még valaha változni? És nagyon érdekes volt nekem... 2008 mi... még egyszer, ez ugye? 2008, ez a 2010-es választás előtt. Az addig már két órája nagyon magabiztos és lehengerlés az ottani ne szégyelleskedjünk, veleig liberális hallgatói közösséget simán zsebre tette. Tehát nekem ott olyanok mondták utána, hogy ilyen a Fidesz, ő is Fideszes lenne. Viktor hihetetlen módon mindig értette ezt, hogy az adott közösségnek beszéljen. Tehát azonnal beméri a közönséget, és akkor azt a nyelvet használja, és itt is egy ilyen este volt, ahol ilyen lendületesen mondta, hogyha ők jönnek kormányozni, az oktatás lesz a legfontosabb, az egészségügy lesz a legfontosabb, a vidékfejlődése. Tehát olyan kábító dumával lépett fel, és hihetővel, tehát hogy nagyon magabiztos volt, és ez volt az egyetlen pont, amikor ezt kérdezte tőle, azt hiszem ez a csaba volt, hogy hát a Fodor, és kiesett egy pillanatra ebből a nagyon magabiztos szerepből amit már akkor két és fél órája látunk, hogy mindenre slágfertig, mindenre azonnal van neki olyan válasz, ami ott annak a húsz embernek abszolút elfogadható, és egy pillanatra elcsoklott a hangja, és nem válaszolt azonnal, és nem tudom szó szerint idézni, de valami olyat mondott, hogy hát ő is azért reméli, hogy egyszer még ez a baráti viszony majd a helyére kerül. Tehát ez nem bennem nagyon mélyen megmaradt, hogy azon az estén, azon a tiszta győzelmet arató estén. Tehát aki ott volt, azokat gyakorlatilag mind tette. Egy, egy olyan magabiztos, olyan embert láttunk, akinek mindenre van azon a megoldása, ez volt az egyetlen pillanat. A Gáborhoz való viszony, a kiesett a szerepből, és azt láttam ebben a hosszú három órás monológba, láttam egy másodpercre az igazi Viktort. Tehát azt, aki a nem a politikus, a hanem a több. az embert. Értem, értem. Így, így nem tudom, miért, értem. Te, de... A... Tehát a kiesett szerep sem egy negatív konnotáció, hanem, hanem nálad pozitív volt, hogy kiesett ebből. Igen, igen, igen. Hogy nem még ebbe az emberben maradt valami a régi eredeti személyiségéből. Tehát én inkább a javára írtam ezt a szerepzavart, így, így nem tudom érted de már azt hiszem, nagyon messzire kerültem az eredeti kérdésettől, mert... <laughs> és haladnunk is kell tovább, de szerintem így is értető volt, és, és tudják követni a, a nézőink, viszont valamiről muszáj beszélnünk, mielőtt a kötelező kürt le fogjuk itt futni Lacival ketten egy kérdezfelelek keretében. Amikor beszélsz arról, hogy régről vagy a közelmúltból politikusok megorrolnak rád, mosolyszünetet tartanak, van, aki lehet, hogy szerinted nem köszönne rád, van, akit esetleg megsértettél, stb., akkor az a politikusi pálya és a politikusi szereplők viszonya kölcsönös oda-vissza viszonya Kéri Lászlóhoz. A magyar jobboldali társadalomnak viszont van egy másik érzékelése Kéri Lászlóról, amiben te a jobboldali társadalomnak léptél a bütykére, ez a heti, heti Igen. Ö, annak ellenére, elkapni, hogy igen. a magyar modernkori média történelem egyik legsikeresebb formátumáról és műsoráról van szó, ott tulajdonképpen téged azzal azonosított minden egyébként fidesz szimpatizáló ember, vagy jobb oldala lehetett az mondjuk MDFS is, vagy kisgazda gazda is, nem kellett, hogy ez fideszes legyen, hogy ti tulajdonképpen egy viszonylag kényelmes helyzetből nem hogy csak gúnyt űztök a jobboldali politikusokból, hanem, hanem, valamilyen módon ilyen elégtételt is lehetett érezni. És nyilván már nekem is mm. csorbul az emlékezetem, egy ilyen masszaként látom ö, így vissza a, ezeket a 90-es évek végig, ugye 99-től. 99-ben indul, igen. igen, igen persze, a heti hetes, persze, de azt te érzékelted de valaha, hogy ott ti nem csak a fideszesekbe álltatok bele, hanem közvetett módon a szimpatizá a, nem csak a jobboldali politikusokban, hanem közvetett módon a jobboldali társadalomba is. Mert azt a műsort azért is nézték rengetegen, mert az egyik része azért ül oda, hogy ti most hogy fogjátok szétszedni a jobboldalt, a másik része pedig azért ült oda, mert felháborítónak tartotta, hogy szétszeditek a jobb oldalt. Érdekes, hogy, hogy ahhoz képest, hogy minden áldott nap megkapom, tehát nem tudok úgy szerepelni sehol, hogy a kommentekben ne jönne elő. Vagy... persze, napig? az, hogy egy rádió műsorban, az, az oké. Okay. Figyelj, ha az elmúlt két hétben is, ha megnézed a Youtube-on, van három-négy elég nagy nézettségű szerep, szóval hogy azt gondolom, hogy amit 50-60 ezeren megnéznek, a, vagy a Youtube-on megnézik utolag, az elég sok, és ha jön rá 5-600 komment, akkor az a, a, ez minden napig ott van. Tehát én nem tudok úgy b -b -b látni rám adott reakciót, hogy ezt ne kapnám, mert hogy ezt csak fogja be a pofáját ez a heti bérenc, tehát ez a legkevesebb, de hát ez a vénhülye komcsi bogoc még mindig itt van, aki a... és akkor tehát teljesen, tehát nekem nem meglepő ez, hogy, hogy ezt nekem soha nem fogja megbocsájtani a, a, a magyar jobboldali érzelmű közösség és nem egyszerűen politikai tábor. És azt tudom rámondani, hogy nem biztos, hogy igazok van. Részben ezt értem, mert utólag azt látom, hogy ez a 99-ben induló műsor, ami akkor hihetetlen gyorsan felfutott. Nem tudom, mennyire tudod, ez egy-két hónapon belül az ország legnézettebb műsorává vált, és az első néhány évében nem ritka volt a két milliós nézettsége, majd ma már példátlan. Tehát az egyik válaszom az, hogy a heti hetest nek a politikai jelentőségét már ott akkor a túl, túl, -túl, -túl becsülték. és hát én, én is láttam ezt magamon, mert azokban az években, amikor az adó bevallás határideje volt, másnap reggel azonnal behívtak az összes papírommal a, a, a az APEC-hoz, akkor még ugye az volt és egész nap az összes papíromat vizsgálták, és kijött a főnök a... a a tére előtte, és mondta, mikor lejárt a munkaidő, és nem találtak semmit, hogy ugye tudja, hogy nem magunk miatt csináljuk, hogy ezt nagával végig kell csinálni, de ez nem csak velem volt így a többiekkel is, tehát megkaptam érte, és amikor ezt a stúfnak mondtam, mert akkor ő miniszter volt, hogy hát Pisti azért nem elegáns, hogy így törlesztetek ilyen közhatalmi eszközökkel. Szóval mit jár a szád? Elvállaltál egy olyan műsort, nem gondolod, hogy ez nem politikai szerepe, hogy ezt nálunk mindenki politikai szerepnek tekinti. De hát a az nem elegáns nem az lett volna, ha megszűnik a műsor? De mehetett. Ment tovább, igen, az lett volna, ment tovább, igen, mert 98 és 2002 között még másképp visszanyúlt a Fidesz kormányzás a médiához, és nem is volt olyan széles mozgásterem, mint amit teremtett magának. Hát tévéje volt tíz. még a Után jobb oldalon. Az lett. sem nagyon volt, szóval nem akarom elvinni média történetévé, maradjunk csak a heti hetesre, hogy én hogy írtam meg. Én nekem ez egy halatlan nagy tanulási lehetőség volt, ez egész más volt, mint amit egész életemben csináltam. Megkapom most már rendszeresen ilyen önéletrajzokba, hogy, hogy, országos híve a, heti etesben. Tehát nem így van, engem azért hívtak a heti hetesben, mert akkor már majdnem napi szintű elemzőként tíz éve ismerhettek mindenféle rádióba, tévéből tehát tévedés azt hinni, hogy én ragaszkodtam a heti heteshez, hogy híres legyek. Fordítva volt, nekem ez egyfajta szakmai emberi megbecsültség volt, hogy bevállalt engem egy olyan közeg, ahol azért az ország legismertebb a szórakoztatóiparnak, azért Gálvölgyi, Havas, Juci, a Bayorimi egy, egy olyan világ volt, akiket azért az ország nagy része szeretett. Azért itt megtanulni, megállni a helyedet. Engem is meglepett, hogy rendszeresen visszahívtak, tehát a, az állandó tartalékok között, tehát megvolt az alapvető hét ember, és akkor megvolt a, a valaki nem tud jönni, akkor a váncsakern vagy a kéri a helyettes, tehát engem ők oda odatartozónak véltek. Én tőlük hihetetlen sokat tanultam. Főleg kollégialitás, ugyanis a heti hetes az nem szóló műsor, én láttam a magyar szórakoztatóipar legnagyobbjait látványosan megbukni itt. Most nem kell, hogy neveket mondjak, de Pitén Fábri Sanyitól a meg sorba alkalmatlanok voltak. mert ja, egy-egy alkalomra voltak. Igen, de azért nem volt többet, mert nem képes beleilleszkedni a csapatmunkába. A heti hetes az egy csapatmunka volt. Az nem farkasházi volt, nem a juci volt, nem a, a a, a, bá, a volt. A heti hetes az egy olyan csapatmunka volt, ahol nagyon kellett figyelni a többiekre, meg arra, hogy te ne urald el a műsort. Hát a politikai kérdések voltak, akkor azért mindig nagy nyomás volt, hogy akkor mondja te. Én még mindig igyekeztem azon a rövid három szinten maradni, ahol ők maradtak. Tehát azt akarom neked mondani, hogy én nagyon jól éreztem magamot, nagyon sokat tanultam tőlük, és az első néhány évben, amíg a Fehérvári úton volt a, az RTL, együtt maradt a, a stáb. És néha egy éjjel egyik-kettőig ott egy szomszéd étterem azért volt nyitva, mert mi még ott elbeszélgettünk sokáig. Tehát én, nekem egy nagyon nagy emberi élmény volt, és attól a közöktől, akik között ott voltam, nagyon-nagyon sokat tanultam. Tehát ez az egyik része. Nincs okom nekem utólag sem megtagadni azt a néhány évet. Jó, ja, nem is várom tőled. De itt jön a, mert megkerültem a politikai részét. Természetesen előbb-utóbb észrevettem, hogy ez vörös vörösposztó a fideszesek számára. Durvábbat mondok, amit Orbánnak, Rónak fel még mai napig sem lankad ez a vád, hogy Orbán ketté osztotta a magyar társadalmat, egymásnak fordított családokat, barátokat, munkatársakat. Én az én érzékelésemben a heti hetes bőven tett ezért. Sőt. Bűen Én történt. ezt akkor is túlzásnak gondoltam, és akkor is az volt a véleményem, hogy ez a műsor, ez a szórakoztatóipar és a közéleti műsor határán levő olyan műsor, amihez hasonló nincs sehol máshogy a magyar médiában. Ezért is értékelődik föl. Mert a közéleti műsorok elég unalmasak voltak, a szokásos, ugyanaz a tíz ember szerepelt mindig. A szórakoztató műsorok meg elég alpáriak voltak, hogy nem volt benne ott a társadalomnak az a probléma, a világa. Tehát ez egy olyan határműsor volt, amelyik aránytalanul fölértékelődött azok számára, akiknek politikai sérelmet okozott. Lásd, Grespig, ha emlékszel erre az, az esetre, jött. még pereskedett is. Tehát én akkor sem és utólag sem tartom normális dolognak, hogy ezt a műsort beemelték nagyon sokan a politika formáló világba. Utólag se tartom annak. Tehát azt gondolom, hogy aki engem a heti hetes miatt utál, abban ha beletörődöm, azt tudom, hogy ővele so az életben nem fogom tudni megvívni azt a vitát, hogy mi a szereplők ott. Pontosan tudom, Gálvölgyétől a Jucig, a hajósig, soha nem tulajdonítottunk magunknak politikai jelentőséget, és nem gondoltuk magukat politikai szereplőnek. Megtanultuk ezt a köztest, tehát, hogy mi a határon vagyunk. A szórakoztató műsor és a közéleti műsor határán, és szerintem többé-kevésbé jól is csináltuk. Tehát ott formáltam meg magát Hát Váncsa István szerintem az országban néhány tízezer ember ismerte volna, vagy senki nem tudott volna a kernek erről a hihetetlen adottságára, amit a levelekkel művelt. Tehát én média világba tartozónak gondoltam akkor is, és most is, és nem a politika világában, hogy a Fideszben nagyon sokan azt mondták, és ezt tudom, hát akkor még azért elég sokukkal jobban voltam, hogy jelentős részben a, a 2002-es vereséget eltéltes nek tudták be. Ez ott fog maradni rajtam, amíg élek, hogy, hogy én annak a brancsnak vagyok része, aki tevékenyen részt vett a 2002-es Fidesz megbuktatásban. Én szerintem meg a Fidesz a tisztázatlan kormányzati négy évébe bukott bele, hogy aránytalan sok félelmet keltett magával szemben, és nem igazolta vissza azokat a reményeket, amiket egyébként én is fűztem hozzá. Ilyen érdekes a világ, hogy mennyin múlt az a két fordulós választás. Nagyon kevés. Tehát, hogy most már úgy beszélünk megfordítottan... erről, hogy a bukás az, az egy ilyen főnix madárként való, két hét alatti felemelkedés is lehetett volna. Már pedig a, az a, az a 2002 között vékonyabb volt az a győzelem, mint amivel 98-ban elvesztették a szocialisták. Aha. Tehát igen, ezek egy no, olyan ilyen. szakmai finomság. De hogy legyen világos neked, mert sose kérdezik meg tőlem, soha nem fogom szégyelni a heti hetesben való részvételt, és soha nem fogom politikai gondol, tevékenységnek gondolni. Sokkal inkább gondolom politikailag értelmezhetően az addigi több száz szereplésemet a választási műsorokba, a reggeli például évekig itt a, a napkertében politikus portrékat mondtunk Stumpf Istvánnal valami másfél-két éven keresztül. Ha már valaki akarta értékelni politikailag, hogy én mit művelek, ahhoz több száz cikket olvashatott volna, könyveket, tanulmányokat, mindent. Speciál a heti etest ebben a szempontból egyáltalán nem tartom annak a részének, de tudomásul veszem, hogy levakarhatatlanul az ország egyik részének ott maradt a fejébe, hogy ez a szemét lá de ez a heti hetes Bérenc, és de is akar rólam többet tudni. Tehát neki még 20 év után is ez az érdekes, és nyilván sose fogom levakarni. Viszont... Nagy sajnálatomra az meg se nézi majd ezt a műsort. De én, igen, meglátja a nevemet, és azt mondja, ha, hogy de én viszont iszonyú sokat tanultam médiáról média háttérről. Tehát ennek az évek, ennek a tíz évnek a kapcsán láthattam bele például az RTL működésébe, a média minden, mert ha az ember egy ilyen műsornak egy évtized számára valamilyen részese, akkor jóval többet megtanul a háttérről. Soha az életbe a média működésének az anyagi, szervezeti, közeinkutatási és még egyéb háttér, irányítási hátterét nem tanultam volna, úgy meg, mint a, a heti hetes éveiben. a vízből, Laci, De. mert feladat lesz, és pergő nyelvvel kell nagyon gyorsan uh, eleget tenni a, a, játékban. Ez a személyeskedő rovata a bezzegnek, neveket fogsz hallani, az első gondolat, ami eszedbe jut a névről, be kell mondanod a mikrofonba, és nagyon szigorúan szeretném kérni, hogy Rövid. ne ezt kezd, torizni. egy gombot be lehet kéri László nyomni, és három adást föl lehetne venni. Ezt most ennél a rovatnál nem tudjuk megtenni. Kádár János. Nagy talány, hosszú idő, mire előtt eldő, hogy ki volt. Antal József. Meg nem, aránytalanul meg nem értett, jóval több megbecsülést érdemlő, komoly alakja az újkori magyar történelmnek. Hongyula. A végén utolsó miniszterelnök idejében nyújtotta a legjobb teljesítményt. Szájer József. Elfogult vagyok, ő volt a Fideszben mindig a legokosabb, legműveltebb, lefelkészültebb ember. Engem a magánéletbeli tragédia egyáltalán nem érdekelnek, máig nagyon-nagyra becsülöm. Áder János. Ő, ő állt mindig is a legközelebb hozzám, a higgat, megfontolt, konfliktus kiegyenlítő magatartás. Nagy értéke lehetett volna a Fidesznek, sajnálom, hogy nem használja. Stumpf István. Hát 24 évet töltöttünk egy szobában. Lehet, hogy ő ismer engem legjobban, és az is lehet, hogy én ismerem legjobban. Sajnálom ezt az utolsó két évet, amit elvállalt nagyon. Dajcs Tamás. Vele elfogult vagyok, ő az a fideszes, akivel soha nem vesztem össze, és én mindig egy ilyen buhókás, nem komolyan vehető szimbolikus alakjának gondoltam a Fidesznek, és kell ilyen is a politikában. Léva Janikó ővel elfogott vagyok, egy brilliáns agyú, fantasztikus, tehetséges nő, akit sajnálom, hogy az élet évtizedekre házi asszonyát, tehát többre lett volna hivatott. Pesti László. Őt nem ismerem eléggé. Nekem ezek a kanyarok értelmezhetetlenek. Nem, nem ismerem őt ahhoz, hogy egyértelmű véleményt tudjak róla mondani. Bajer Zsolt. Egy olyan nagy tehetségű ember, aki az én szememben az elmúlt 20 évre a lehető legkártékonyabb módon használja ezt a nagyon nagy tehetséget. Csurka István. Vele elfogult vagyok, mert elég jól ismertem őt. Ő nagyszerű író létére krakélerként viselkedett a közéletbe 90 után, és úgy viselkedett, mintha ott is abszolút drámát kéne írnia hol hagytam abba. Tordján József. Hát őról egyértelműen negatív véleményem van. Ő a magyar politika bulvárosodásának és komolytalanná vételének első számú mestere, és sajnos túl sok követője lett. Megyesi Péter. Vele is elfogott vagyok, tőle tanultam a legtöbbet kormányzásról. Egy rendkívül magányos ember, aki egy normális demokráciában jó miniszterelnök lehetett volna. Schmidt Mária? Egy rendkívül jó eszű, pengeagyú, jó képességekkel megáldott hölgy, aki viszont szerintem aránytalanul határozottan foglal véleményt sok olyan kérdésben, ahol inkább gondolkodni kéne. Lengyel László. 51 éve ismerjük egymást. Bámulatos az az energia, amivel termeli, termeli, termeli az elemzéseket, és lehet, hogy a végén neki lesz igaza. Lehet, hogy az utókor jó részt az ő munkáiból fogja megtudni, milyen kor volt ez. Fodor Gábor. Őt nem szerettem soha. Egy folyosón dolgoztam sokáig én őt egy aránytalanul ambíciózus embernek gondoltam, akinek a tehetsége nincs meg ahhoz az ambícióhoz. Lendvai Ildikó. Nagy váltás, mert ennek az új, az új szocialista pártnak ő lehetett volna a legnagyobb intellektuális ereje, ha egyértelmű lett volna a 90 előtti világhoz való viszonya. És sajnálom, hogy ez soha nem tette egyértelművé. Boros Imre. A, Azért vagyok elfogott, mert a feleségemnek csoportása volt az egyetemen, és én tudom, hogy őt tartották kiugrón a legtehetségesebbnek maguk között, akinek egészen hihetetlen kapacitása volt. Másfelől meg, amit én tudok a, a, a ki nem beszélt múltjából, az meg eléggé kérdésessé teszi. Megint egy olyan ember, aki nem tudta azt a kivételes felkészültséget, tehetséget úgy fölhasználni, hogy ezt fölhasználhatta volna. Bogár László. Hát, megint a személyes. Valaha nagyon jó viszonyban voltunk, elég sokáig. Egész a 98-as kormányzásig. Kifejezetten jó személyes viszonyban. Azt hiszem, én voltam a bizottsági titkára a kandidátusi védésén meg az egyik opponens. Amit ő az elmúlt húsz évben művett, a számomra követhetetlen. Ez az összeesküvés elméleteknek való főpapi szerep nem való a, az előző intellektuális múltjához. Verebes István. Nem tudtam soha seki ismerni, most sem. Hiába olvasom hétről hétre az írásait, nekem megmarad rejteinek. Friderikus Sándor. Sándor az újkori magyar média egyik legnagyobb tehetsége, akinek viszont óriási felelőssége van abban, hogy a magyar médiában a bulvár elem magatartás is a sokkal nagyobb szerephez jutott, mint amire ez a nép való lenne. És ezt én nem tudom neki elnézni. Gálvadi János. Vele személyesen fogott vagyok, egy végtelen érzékeny, Ezerfele figyelni tudó, ö, olyan, olyan ember, akitől emberséget, bölcsességet is lehet tanulni. Havas, Henrik. Hát ugyanazt mondanám, mint a Verebesnél, csak az a helyzet, hogy őt ezerszer jobban ismerem. Tehát ellentmondásokkal teli személyiségekről nagyon nehéz egyértelműt mondani. Megint az a helyzet, hogy a tehetség jóval nagyobb volt, mint a, a, Farkas a krakélerség. Farkasházi tivadar. Fú. Valahogy a nemecsek, aki mindig boka szeretett volna lenni. Puzsér Robert őt nem ismerem személyesen, az írásai azok néha megdöbbentően jók, a közéleti szereplései nekem meg bántóan krakélerséggel megáldottak. Írni viszont néha jobbat ír, mint bármelyik politológus kollégám. Bolgár György. Ő megpróbál nyugati, főleg amerikai média standardek szerint működni egy olyan országban, ahol erre a lehető legkevésbé vannak meg a feltételek. És ezzel az ellentmondással végig küzdi az életét. Német Péter. Hát a magyar média nagy túlélője, aki úgy látom, hogy azokkal a média irányítói, vezetői, főszerkesztői tapasztalatokkal minden körülmények között fő találja magát. Kálmán Olga. Hát én nagyon sajnálom, hogy ott hagyta a pályát. Ez egy óriási tévedés, hogy ő bement képviselőnek, ráadásul oda, ahova ment. Neki az a, az a szerep volt valahogy, hogy az ország őt megismerte az ATV-ben. Egy nagyon felkészült, naponta színvonalas, politikai elemző műsorokat produkáló műsorvezető szerkesztőként. Ez egy nagy tévesztés volt, amit ő megtett szerintem. Szándékosan nem írtam fel a nevét a most következő embernek, de azt mondtad, hogy kár volt, hogy odament, ahova ment Gyurcsány Ferenc. 1982 nyarán ismertem meg másodéves egyetemistaként, és az volt az érzésem, hogy ezzel az emberrel még sok gond lesz, mert hihetetlen impulzív, sok jót is tud teremteni, és sok bajt is tud csinálni. Aztán később volt időszak, amikor jóba voltam vele, és reménykedtem, hogy sok jót tud teremteni, aztán beláttam, hogy tévedtem, mert a tévedéseit sem képes belátni. Kéri Lászlónak köszönöm szépen, hogy eljött a bezzekbe, és hogyha jól figyeltem az előzetes telefonbeszélgetésünknél, nem jellemző rá, hogy jobb oldali médiába járkálnál. Nem, erről nagyon hamar letettem. Az első kísérlet az volt, amikor azt láttam, hogy engem is olyan manipulációs célokra akarnak használni, amit megoldanak nélkülem is, hogy ahhoz én nem kell. Hogy érezted magad? Nem mintha szempont lenne, de hogy érezted magad? Mert tizenvalahány év óta van egy ilyen rossz érzésed. Igen, igen. Megmondom őszintén, hogy, hogy úgy jöttem ide, hogy az a közönség, aki ezt a műsort hallgatja, ez pusztán a nevem hallatán már kénykövet fog fújni, és biztos, hogy meg se hallgat, és nem is olyan nagy baj, mert én annak a közönségnek úgyse leszek sohasem elfogadható. Na most. Ugyanebben a médiában viszont dolgoznak nagyon sokan olyanok, akiket ismerek még régről, és azt is tudom, hogy van itt egy csomó jóra való ember, akinek szintén nem ízlik ez az egyértelmű napi kormány kiszolgáló szerep, és én drukkolok nekik, hogy vívják ki azon az oldalon és a minél nagyobb szakmai szabadságot maguknak, mert ez sehol nem könnyű kivívni. Liberális időkben se volt könnyű kivívni, vegyes időkben sem. Úgyhogy én arra számítottam, hogy végül nem lehet megtenni mindig azt, hogy elzárkozzam a másik oldaltól, de ki kell próbálni, hogy hát, ha nem csak kinyírni akarnak ott. Nem volt ilyen célom. Nem, nem, most ez egyértelmű, hogy, hogy én ezt egy nagyon korrekt beszélgetésnek éltem meg, még akkor is, hogyha rögtön kiderült, hogy alapvető politikai dolgokban nem értünk meg, de hát ez miért baj? Nem baj az. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttél hozzánk. A mai vendége Kéri László volt, Lentulai Krisztiánt láttátok, hallottátok. Egy hét múlva ismét jövök, sziasztok. Én is köszönöm, hogy meghallgat, aki meghallgat, és azt is, hogy meghívtatok.